pár héttel ezelőtt volt Velencén, ugye a Fidesz parlamenti frakciójának kihelyezett ülése, és ezen a frakcióülésen született döntés arról, hogy a frakció vezetése felkérte a kormányt, hogy a migráns kérdésben az úgynevezett Soros György nevével fémjelzett elképzelésekkel, az úgynevezett Soros tervvel kapcsolatban indítson a kormány nemzeti konzultáció. Mit jelent a nemzeti konzultáció kifejezés? Ez nem aláírásgyűjtés, hanem kiküldött leveleket fognak kapni a tisztelt magyar választópolgárok, amelyben a magyar kormány arra kíváncsi, hogy 6 vagy 7 kérdést fognak feltenni a Soros tervvel kapcsolatban. Arra kíváncsiak, hogy ezzel kapcsolatban mi a magyar emberek véleménye. E helyről is én egyébként buzdítom a Dunajváros, illetve a választókerületben, de én ugye különösen a Dunajvárosban élő tisztelt polgártársainkat, hogy mondják el véleményüket ezzel az üggyel kapcsolatban, hiszen egy meggyőző támogatottsággal a háta mögött tud a kormány megfelelőképpen érvelni Brüsszelben, hiszen nehéz küzdelmek előtt állunk még ebben a tárgykörben. Nagyon röviden arról, hogy mit is tartalmaz az a Soros terv, tehát miről is kéri a kormány, így pontosabb, kéri a kormánya magyar választók véleményét. Azt mondja a Soros terv, hogy Európa évente 1 millió, és ez egy óriási számám, évi 1 millió menekültet, migránst fogadjon be. Egy másik fontos eleme, ez úgy hangzik, hogy a határvédelmi kerítéseket, amely ugye különösen Magyarországot érinti, a határvédelmi kerítéseket le kell bontani. Most ha lebontom, akkor tovább is jönnek a migránsok, és ugye az elmúlt évekhez hasonló, mint ami a keleti pályaudvarnál volt, helyzet alakulhat ki hazánkban is. A harmadik nagyon fontos eleme, hogy kötelezően szét kell osztani a bevándorlókat az európai tagállamok között, az unió tagállamai között. Mi több, még finanszírozzák is az uniós államok, tehát az a Soros terv egyik negyedik meghatározó pontja, hogy évente 9 millió forint segélyt kell adni per fő, per menekült, per migráns. Minden egyes államnak, így a magyar kormánynak is, ha és amennyiben befogadott kötelezően menekülteket. Azt mondják Magyarországon az ellenzéki pártok, hogy nem létezik ilyen Soros terv. Hát ugye 1 éve, 2 éve még azt mondták, hogy menekült kérdés sincs, és beigazolódott az német választások, hogy igenis van menekült kérdés. Kormány, és azonban is ugye a kormányzó pártok a magyar családok biztonságát, a magyar családok jelenét és jövőjét nem akarjuk tönkretenni ennek a 4 elemnek a bekövetkeztével, úgyhogy mi határozottan elutasítjuk a Soros tervet, és még egyszer mondom, hogy mindenütt, így itt Dunajvárosban is, következő héten, hetekben meg fognak érkezni a postaládákba ezek a kérdőívek. Fognak érkezni egyébként üres kérdőívek is, tehát mi magunk is ki fogunk menni a megszakadt helyekre, piac, interspár, egyéb közterületi helyszínekre, ahol mint klasszikusan az aláírásokat szoktuk, most csak a kérdőív kitöltésére buzdítjuk azokat, akiknek esetleg ott lenne alkalmasabb, mint hogy otthon kitöltsék. Itt egyébként a Vasmunk 41-ben lévő Fidesz irodában ugyanúgy lesznek kérdőíve. És még ami nagyon fontos, hogy interneten is ki lehet tölteni. Összefoglalva is köszönöm, hogy elfáradtatok. Tehát én részvételre, mégpedig ezen levelek kitöltésére buzdítanék mindenkit, mégpedig azért, hogy igenis mindenki mondja el, mondhassa el a véleményét az úgynevezett Soros tervvel kapcsolatban. Határozottan ellene vagyunk a bevándorlók befogadásának, határozottan ellene vagyunk a kerítések, a határvédelmi kerítések lebontásának, a kötelező szétosztásnak, illetve az, hogy ráadásul még Magyarország fejenként 9 millió forintot fizessen per menekült, per migráns után.
Ehhez képest a Jobbik, illetve a baloldali pártok egyértelműen igazolták, hogy migránspárti ellenzéket alkotnak. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez már a hetedik konzultáció, ilyen nemzeti konzultáció az elmúlt években. A 7 éves kormányzás alatt bízom benne, hogy ez is ugyanúgy, mint a tavaszi nemzeti konzultáció, ez is sikeres lesz.